Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét. Itt a téli időszakban, a karácsonyi időszakban folytatódik ez a műsor folyam a Fehérvár Televízióban. Stúdiók vendége Neybart István, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen önöknek a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket. Ugye azt fontos elmondanunk, hogy idén december 22-ére vasárnap este köszöntött be az egyik legkedveltebb történelmi emléknap, a Hanuka ünnepe. De tulajdonképpen mit is jelent ez az ünnep? A Hanukának a jelentése az felszentelés, megtisztítás. Ez az esemény annak állít emléket, hogy idő előtt 165-ben a szír görögök elfoglalták a jeruzsálemi szentét. Meggyalázták ott, ugyanis Zeus és egyéb szobrokat tettek a szentébe. A zsidó vallás szerint a bálványimádás tilos. Ezen felül a szírgörög uralkodó arra kényszerítette a zsidó embereket, hogy boruljanak le a bálvány, illetve a szobrok előtt, és úgy térdelve imádkozzanak. A makabeusok ez ellen fellázadtak, és Júda Makabi vezetésével kiűzték a szírgörögöket, a túlerőben lévő szírgörögöket a szentélyből. Ezután, hogy megtisztuljon a szentély a Jeruzsálemben, ezt követően egy tisztítást és egy úgymond felszentelés, megtisztítást kellett végrehajtani, amit egy kóser olaj segítségével próbáltak megcsinálni, de ez az olaj csak egy napra volt elegendő. Na most a kóser olaj előállítása 8 napig tart, és egy csoda folytán az az egy napra elegendő olaj 8 napig volt elég, és pont akkora készült el az új kóser olaj. Ennek az eseménynek állít emléket, illetve ezért ünnepeljük a Hanukát, ami a fény ünnepe, ami a zsidó vallás szerint egy azon kevés egyik ünnep, ami egy öröm. Ilyenkor szintén fény gyúlik az otthonokban minden nap, ugye mivel 8 napig tart az ünnep, egy gyertya, első nap egyet, másik nap kettőt, és minden nap egy gyertyával többet gyújtunk meg. Akkor azt is mondhatjuk, hogy azon kevés ünnepek egyike, ami nem a Tórából fakad, hanem hogy öröm ünnep. Pontosan így van, ahogy ön mondja, hogy ez nem a Tórából fakad, hanem ez egy történelmi eseménynek állít emléket. És minden nap akkor másik gyertyát gyújtanak? Igen, minden nap ezt a hanukia úgy hívják, ezt a gyertyatartót, amiben a hanukakor gyertyát gyújtunk. Ez egy 8-ágú gyertyatartó, plusz van még egy gyertyaága, a gyertyatartónak egy ága, ebbe tesszük az úgynevezett szolgagyertyát, zsidó Samesznak szoktuk hívni, amivel meggyújtjuk a többi gyertyát. Ezek színes gyertyák általában, és tehát első nap ugye egyet, ahogy az előbb említettem, és utolsó nap, 8. nap már 8 gyertyaig, plusz ugye ez a úgynevezett szolgagyertya. Ugye a mi naptárunk szerint úgy néz ki, mintha ennek az ünnepnek az időpontja változó lenne, de ez csak számunkra tűnik, így mondhatom ezt? Igen, ez a zsidó naptár szerint Kiszlév hónap 25-én van. Ugye a zsidó időszámítás és a zsidó naptár nem egyforma, vagy nem kompatibilis a Gergely naptárral. Ennek az az oka, hogy a zsidó naptár az tulajdonképpen a napnyugtát, egyik nap napnyugtától a következő nap napnyugtáig tart. Ugye, mivel a napok hossza nem egyforma, és ezért így elcsúszás is van a Gergely naptárhoz képest. A Hanuka, tehát a zsidó naptár szerint mindig ugyanarra a napra esik, a Gergely naptár szerint ez mindig decemberre szokott esni. Van, hogy tavaly például december elejére, most meg gyakorlatilag majdnem a karácsonnyal egy időszakban esik. 22-én este gyújtottuk meg az első hanukagyertyát,
és 30-án ér véget a Hanuka ünnepség, az ünnep. Milyen szertartások tartoznak ehhez az ünnepnek? Vannak speciális ünnepi szertartások? Hát maga a gyertyagyújtás, illetve ilyenkor van egy ének, amit el szoktunk énekelni, illetve a Hanukára jellemző, hogy a gyerekek ajándékot szoktak kapni, illetve olajos ételt szoktunk enni, például ilyenkor jellemzően egy hanukai étel a fánk. Van-e esetleg speciális társasjáték, amit ez alkalommal játszanak a gyerekek? Úgy látom, hogy azt, hogy felkészült, igen, ezt úgy hívják, hogy trendelli. Ez egy ilyen fa pörgetyűs játéknak lehet nevezni, és mindegyik oldalán egy-egy betű van, és ennek van jelentősége, hogy melyik. És akkor a gyerekek ezt nagyon szeretik, babban, kukorica szemekbe, ilyen bismibe szoktak játszani. Egy kicsit úgy tűnik, hogy akkor ez egy ilyen kifejezetten ilyen családi ünnep, van. Ugye? Picit sok szempont, illetve több szempontból hasonlít a karácsonyhoz is, hogy egy családi ünnep, és közösségben is természetesen megünneplik, illetve az otthon, a fény, az otthon melege, a család együtt legyen, együtt ünnepeljen, úgyhogy gyakorlati részben vannak hasonlóságok, liturgia, illetve történeti részben a Hanuka meg a karácsony az két különböző ünnep. Ha már a közösséget említette, akkor van esetleg ilyen olyan közös program, amit itt Székesfehérváron a hitközség tagjai együtt ünnepelnek Hanukakor? Természetesen, ilyen Hanukakor, mivel ez egy öröm ünnep, ilyenkor mindig művészeket kérünk fel, hogy emeljék az ünnepnek a színvonalát, és ilyen vidám műsort szokott a hitközség ima termében elhangzani. Hogyha már a művészetet említette, akkor ugye óhatatlan, hogy ne gondoljunk vissza itt az elmúlt napokra. Egy esztendőben ezelőtt szervezték meg először városunkban a székesfehérvári zsidó napokat, aztán ez a hagyomány a 2019-es esztendőben is folytatódott. Mi volt a gondolat, ami életre hívta tavaly ezt az eseményt? Hát ennek egy véletlen folytán került ez, illetve nem megrendezése az ez a gondolat gyakorlatba, ugyanis Budapesten van, illetve országosan fogható egy heti tévé nevezetű tévéadás, ami a zsidóságnak egy műsora, egy adója. És ebben a műsorban szerepel Cserpalkovics András polgármester úr, és ugyanekkor jelen volt, illetve vele is készítettek interjút Deák Andreával, aki a Zsidó Hitközségek Szövetségének a kulturális programjaiért felelős, ő csinálja már hosszú évek óta például nagyon ismert zsidó nyári fesztivált is, meg határon túl is több ilyen programot. És őt a stúdió előtt ők megismerkedtek, elkezdtek beszélgetni, és így merült fel a gondolat, hogy Fehérváron is jó lenne egy ilyen fesztivál. Egyébként még hozzátem, tehát én korábban így polgármester úrral, mikor beszélgettünk, szóba került, hogy esetleg Fehérvár tudna csatlakozni ahhoz, hogy a nyári Budapesti Zsidó Fesztiválhoz Fehérvár is csatlakozna. Polgármester úr akkor határozott egyértelmű igennel válaszolt, de az élet úgy hozta, hogy Pesten egy TV stúdióban így gyorsan meg is beszélték a induláshoz szükséges feltételeket. Milyen volt a fogadtatása kezdetekkor, illetve az idei esztendőben? Hát a kezdetekkor nagyon nagy sikere volt az első zsidó fesztiválnak, szintén így Hanuka idejére esett. A legelső, a megnyitó, illetve utána Budapest Klezmerben volt, aminek valami fantasztikus nagy fogadtatása volt, nagyon nagy siker, ami kicsit fájó, hogy sajnos sokan nem tudtak bejönni az önkormányzat dísztermébe, ugyanis olyan nagy volt az érdeklődés. A többi eseményekről is nyugodtan mondhatom, hogy nagyon nagy siker volt, teltházzal zajlott le az összes esemény. Úgy gondoltuk, hogy nagyon színes, változatos műsort
szeretnénk Székesfehérvárnak kedveskedni, és ezzel bemutatni a zsidó művészet, hagyomány, kultúrának a fontosabb mozzanatait. Ebben az évben ugyanezt történt meg, és idén is a siker volt jellemző a rendezvényünkre. Hogyha végignézzük a repertoárt, akkor az valóban megállapítható, hogy egy igen sokszínű, nagyon-nagyon komoly, összetett és magas szintű kulturális csemege, hogyha fogalmazhatok így. Ez cél is volt, gondolom. Természetesen ez volt a cél, hogy több műfaj, több előadó, hogy minél jobban meg tudjuk mutatni a zsidó kultúra sokszínűségét. Ez volt ugye a fesztivál programja, de hát a közösséget is említettük, a székesfehérvári közösséget, amelynek most már lassan talán mondhatom azt, hogy 8 esztendeje látja, de 7,5-nél mindenképpen több ideje látja el az elnöki teendőit. Mi a tapasztalat, mennyit változott a közösség, milyen célokkal kezdte annak idején az elnökséget? Hát az egyik természetesen a hitéletnek az erősítése, amit igyekszünk, ugye mivel sajnos a vidéki hitközségek teljes, nem csak a fehérvári, országosan is viszonylag nehéz helyzetben van, ez ennek történelmi folyamatnak a következménye. Természetesen azon vagyunk, hogy maximálisan biztosítani tudjuk a hitéletet. A másik, amit az utóbbi 8 évben elkezdődött, a szabad egyetemi előadásaink, amik a Megyei Művelődési Központban havonta egy alkalommal mindenki számára nyitottan, ami szintén azt a célt szolgálja, hogy a zsidó művészet, kultúra, történelem, hagyományoknak a széles skáláját tudjuk megmutatni. Ebben az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemnek a tanárai, előadói, messze menőkig támogatnak bennünket. Bevallom őszintén, mikor elkezdtük szervezni, illetve ezeket a programokat, félelem volt bennünk, hogy milyen lesz ennek a látogatottsága. És az idő azt igazolta, hogy hál' Istennek jó a... Tehát egyrészt színvonalasak az előadások, másrészt meg a lakosság részéről igény van rá, és szívesen jönnek az előadásainkra. Többször megállítanak az utcán, ilyen nyári szünet idején például, hogy ugye lesz folytatás, és ez nagyon jó érzés. Mennyire aktív a közösség? Aktív a közösség, úgyhogy szerencsére nem csak ilyen kulturális eseményeken, hanem egyéb hitközségi programokat is szoktunk csinálni a közösség tagjainak, akár ilyen kulturális műsor, vagy akár a Tóra, vagy egyéb heti szakasz magyarázatokkal is szoktuk bővíteni a hittestvéreinknek a tudását. És akkor ezek szerint erre van is igény, és hát érdekli akár a fiatalokat is, akár az idősebbeket is. Igen, tehát minden korosztály érdekel, részt vesz ezen, hát sajnos, megmondom őszintén, gyerek, aki kevés van. Ezt nagyjából azért elmondhatjuk, hogy talán mindenhol vannak ilyen jellegű problémák minden felekezet esetében, hogy a fiatalok megszólítása. Hát ez nehéz feladat. A többi egyház vezetőivel is, mikor erről szoktunk beszélgetni, ők ugyanezt a tapasztalatokat szokták elmondani. Egy idősebbeket nálunk, de azt hiszem, hogy több helyen gyakrabban mennek el a templomba imádkozni, mint mondjuk a fiatalok. Milyen fontos céljai vannak a 2020-as esztendőre? Furcsa kimondani ezt itt december végén, de hát lassan átlépünk egy új esztendőbe. Nyilván 30-án majd lezárul a Hanukka, de hát utána is zajlik majd az élet. Hát természetesen, hát ugye megvannak a stabil, fontos programjaink, aminek egy része sajnos megemlékezésekből áll, ugye, mert azért azt nem szabad elfelejtenünk, és erre emlékeznünk és emlékeztetnünk is kell a vészkorszaknak az áldozataira. Az első megemlékezés már rögtön január 20-án lesz, amikor a
Wallenberg Egyesülettel közösen minden évben a Wannsee konferenciára emlékezünk meg, ahol 1942-ben eldöntötték gyakorlatilag másfél óra alatt, hogy a zsidó embereket gyakorlatilag ki kell írtani. Ez az első szomorú, ilyen minden évben megrendezésre kerülő esemény. Utána, ami minden évben ugye rendszeres, a holokauszt emléknap, amit a Székesfehérvár városának önkormányzatával közösen rendezünk meg. Ezt követően, ami szintén egy ilyen megemlékezés, ami elmaradhatatlan és a legtermészetesebb, a június 14-éhez eső legközelebbi vasárnap, amikor Székesfehérvárról 1944-ben deportáltak közel 3000 zsidó embert. Ez az, amire utalt is, hogy ugye a vidéki hitközségek súlyos gondokkal küzdenek. Pontosan, hiszen ezek az események is sajnos meghatározták ezt. Természetesen ezt meghatározzák, és ezért is van az, hogy vidéken jóval kevesebb zsidó ember él, ez az egyik oka, mint például Budapesten. Ez Budapest és a vidék között, tehát semmiféle konfliktus nem okoz, ez egy tény, amit sajnos tudomásul kell vennünk, ezzel élünk. Ez ugye a júniusi program. Ez a júniusi megemlékezés, tehát ezek a megemlékezések, ami a fennmaradást a zsidó embereknek és a zsidó népnek az élni akarását is bizonyítja. Természetesen ezen kívül a jövő évi programjainkban a szabad egyetemi előadások folytatódni fognak. Egyet kiemelnék, hogyha szabad. Egy olyan előadás lesz, amilyen még nem volt, ugyanis eddig mindig egy sima előadás volt. Most egy filmvetítés lesz, ugyan egy az elfelejtett nagypapa címmel, ami egy padláson talált film szalag segítségével az unoka megtalált, és így ismerte, vagy tudta meg, hogy ki volt a nagyapja. És erről készült egy film, és utána a unokával lesz egy beszélgetés, ami egy kicsit ilyen kuriózum lesz az előadásaink között. Akkor ez egy ilyen dokumentalista jellegű alkotás? Igen, ilyen. Ez a Szabad Egyetemi programnak a áprilisi, ha jól rémlik, áprilisi előadásán lesz. Természetesen ezekről az eseményekről a Fejér megyei hírlap mindig beszámol, azt ott közé tesszük a előadások pontos címét, meg időpontját. Akit esetleg érdekel, elnézést, egy pici reklám, tehát ez mindig a hónap 3-1-én 18 órakor a megyei művelési központban van. Én most azt meg tudom ígérni önnek, hogy a Fehérvár hetilap is közé fogja tenni, hogyha köszönöm megkapjuk szépen a programajánlónkba, és akkor a mi olvasóink is tájékozódhatnak. Köszönöm majd szépen erről. Hogyha egy kicsit még a hitközség kapcsán beszélgetünk, akkor a családi tradíciók és hagyományok is felmerülnek. Az ön családja is mindig a hitközségnek volt a tagja? Igen, sajnos a nagyszüleimet nem ismerhettem meg a deportálások miatt, mind a négy nagyszülőm a haláltáborokban hunytak el. A nagyapám, akit a háború előtt élt, ugye, őt is a korabeli dokumentumokban láttam, hogy aktív részvevője volt a hitközségnek. Édesapám szintén tagja volt, és haláláig, illetve halálát megelőző 4 éven keresztül volt ő a hitközség elnöke. Úgyhogy én ebben nőttem fel, nem egy, tehát a zsidó hagyományokat tartó család voltunk, soha nem kényszerítettek, vagy erőltették, hogy menjek el imádkozni, vagy csak hogy lássam, hogy mik az a zsidó szokások, miért így élünk, ahogy élünk, és ez bennem maradt. És akkor nem volt kérdés, hogy ön is aktív kérdés, és hát mivel apukámat is azért elég sokan ismerték a városban, és tudták, hogy ő egy zsidó ember, úgyhogy ez számomra sem volt
kérdés, hogy én ezt vállalom, vagy nem. Úgyis tudták rólam most az, hogy hátam mögött voltak többször ilyen kérdés, hogy milyen vallású vagy. Én erre egyértelmű választ adtam mindig, mert annak sem értelme sincs, az ember eltitkolja a gyökereit. Hogyha már a gyökereknél tartunk, akkor hogyan lehet feldolgozni, vagy hogyan lehet együtt élni a deportálás áldozatainak a tudatában, vagy egyáltalán hogy tudták ezt feldolgozni? Hát az idősek, akik ugye átestek ezen, és szerencsére túlélték, ez nagyon változóan dolgozták fel az emberek. Voltak, én most csak a saját családom, rokonságomból veszek példát, hogy volt, akitől elég sokat lehetett hallani az ottani történésekről. Volt, aki homokba dugta a fejét, és gyakorlatilag nem, akkor beszélt róla nagyon röviden, tömören, aki, amikor kérdezték, de úgy bővebben nem. De nagyon sok olyan történetet is hall, hogy utána a családja nem is tudott róla, hogy mi történt mondjuk az apukájával vagy anyukájával, hanem esetleg a gyereke is csak felnőtt korba tudta meg, hogy az ő szülője mind ment keresztül. Nálunk ez nem volt titok, de túl sokat nem beszéltek róla. Tehát tudtuk, hogy mi történt. Az én első ilyen élményem leginkább az volt, még óvodás koromban, hogy a többi gyerektől sokszor hallottam, hogy a nagyszülőkhöz mennek, jönnek, mi történik a nagyszülőkkel kapcsolatban, és nekem, hogy nekem nincsenek nagyszüleim. És ugye otthon feltettem a kérdést, hogy hát nekem miért nincsenek nagyszüleim, vagy hol vannak. És akkor mondták, hát természetesen a koromnak megfelelő színvonalon, hogy sajnos ők már miért nem élnek, miért nem ismerhetem. És akkor így dolgozták föl igen. A gyász folyamatot. És hát nyilván ez nem csak a nagyszülő, hanem mondjuk nagynéni, nagybácsi. Tehát a rokonságban is. Ugye beszéltünk arról, hogy családi tradíciók, de hát az ön esetében a családi tradícióknál a szakmáját is megemlíthetjük talán. Igen, tehát a kettő azért nyilván szorosan összefügg, igen. Hát a szakmám talán nem titok, sokak előtt azért elég sok, lehet, azért elég sokan ismernek. Igen, az órás múltam, vagy jelenem miatt, úgyhogy ez szintén egy olyan hosszú családi tradíció. 1863-ban a déd nagyapám tette le az órás szakmunkás vizsgát, és 1875-ben alapította meg a Neibert órás céget, üzletet. És ettől az időtől kezdve hát egyrészt a háborúkat pontosabban leszámítva, illetve az államosítást leszámítva, folyamatosan Székesfehérváron volt a felmenőimnek órás üzlete. Tehát ez is egy ilyen folyamatos... Igen. Úgyhogy ez is azért büszkeséget tölt el, hogy ennyi időn keresztül egy ilyen hagyományt folytathatok, és ez is úgy volt, mint a vallásnál, tehát, hogy nem mondta azt apukám, hogy na most fiam, órás legyél, hanem érettség után kérdezte meg, hogy esetleg lenne kedved ezt folytatni. És akkor igen, mondott. Igen, így alakult. Akkor még csak az, hogy megpróbálom, mondjuk nem volt tőlem idegen, de nem tudtam, hogy én egész életemen keresztül ezt fogom csinálni. De most már biztos, hogy így lesz. És akkor nem bánta meg, mondhatjuk ezt, megszerette a szakmát. Természetesen, igen. Hát azért nagyon jó egyrészt maga azt, hogy az emberek a rossz óráikkal hozzám fordulnak, és amiket tudok, természetesen azon igyekszem, hogy régi órákat, vagy akár az újakat, hogy utána járóképesek legyenek, meg hát az a kapcsolat az emberekkel, az jó érzés, úgyhogy szívesen csinálom a mai napig.
Azt említettük, hogy ugye folyamatosan nyomon követhetik az újságok hasábjain az önök programját. Ha valaki szeretne érdeklődni, csatlakozni, akkor azt hol teheti meg az eseményekhez? Nyilván a szabad egyetemi előadásoknak gondolom, hogy a művelődési központ ad otthon, de hogyha valaki a vallás iránt érdeklődik, vagy a hitközség iránt, akkor azt hogy teheti meg? Hát egyrészt Székesfehérvár zsidó hitközségnek van egy Facebook oldala, akár azon keresztül, illetve a hitközségnek van egy elérhető telefonszáma, amit akár a telefonkönyvben, akár a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének a honlapján keresztül megtalálható. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak ünnepi beszélgetésekkel. Természetesen holnap is számítunk majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok!